Menzer Tamás most jött haza Kárpátaljáról. Tulajdonképpen egy segélyszállítmányt kísért a határa. Mit vittek a határa, és mik a tapasztalatok? Összességében a magyar segítségnyújtás az két irányból lehet megvizsgálni. Egyrészt segítünk mindenkinek, aki Magyarországra jön. Most már több mint 460 ezeren lépték át a magyar-ukrán határt, és természetesen mindenkinek segítünk, aki ezt igényli, szállásban, ellátásban, együttműködve a nagy segélyszervezetekkel. A segítségnyújtás másik iránya az Kárpátalja vonatkozásában, illetve Ukrajna vonatkozásában vizsgálható. Itt azt tudom elmondani, hogy Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtjuk végre, összességében 600 millió forint értékben és 1000 tonna mennyiségben. Szállítunk tartós élelmiszer, tisztálkodási szereket és a kisbabák ellátásához szükséges eszközöket és egészségügyi felszerelést, például kötszereket is Kárpátaljára. 150 raklap és 200 millió forint értékű, több mint 50 tonna tartós élelmiszer, nagyjából 8 tonna tisztálkodási eszköz, 2 tonna babaápolási termék és a felmaradó rész pedig egészségügyi eszköz. Mit tapasztalsz személyesen? Mi a helyzet ott? Beszéltem Viktor Mikitával, Kárpátalja kormányzójával, akinek a munkáját egyébként nagyra értékelem. Ő új felfogást hozott Kárpátaljára, és segíti, támogatja magyarok és ukránok békés egymás mellett élését, tehát egy komoly és fontos partnerről van szó. És ő megmutatta nekem azt a logisztikai bázist, ahol ez az 5 kamion is egyébként bement, és ahol az árukat kiveszik, különválogatják, szortírozzák, majd pedig tovább küldik oda, ahol szükség van a segítségre, vagy éppen tárolják, hogyha az áru Kárpátalján marad. Ennek a logisztikai bázisnak van vasúti összeköttetése, tehát a szállítás ilyen értelemben könnyebb és egyszerűbb. Tehát elmondta a kormányzó úr, hogy a raktárbázis adott, az emberek, akik ezt a logisztikai munkát végzik, szintén ott vannak és dolgoznak. Persze ezt a rendszert fel kellett építeni, így az első napokban elmondta, hogy ez nem volt könnyű és adott sok feladatot, de úgy látszik, hogy összeállt, ahova kell, oda küldik az élelmiszert, illetőleg az egyéb eszközöket. Előbb-utóbb véget ér a háború, ennek milyen hatása lehet az ukrán-magyar viszonyra későbbiekben? Egyrészt mi abban bízunk, hogy a háború minél előbb véget ér, és a béketárgyalások minél előbb eredménnyel zárulnak. Mi korábban is azt mondtuk, mielőtt a háború kitört volna, hogy a békét meg kell őrizni, és most is következetesen azt mondjuk, hogy mindent meg kell tenni a béke helyreállításáért. Erről is beszélgettünk természetesen kormányzó úrral. Az meg szintén természetes, hogy segítünk mindenkinek, aki a háború miatt bajban van, legyen magyar, vagy akár ukrán nemzetiségű. Sokszor köszöntem meg kormányzó úr az együttműködést, és jelezte, hogy nagyon fontos neki az, hogy Magyarország segíti és támogatja Kárpátalját, illetve a bajban lévőket. Mi mindig a jó magyar-ukrán viszonyban voltunk érdekeltek, és ez most is így van. Ezt korábban is mindig elmondtuk, arról is beszéltünk, hogy egyébként Magyarország folyamatosan támogatta Ukrajnát a háború kitörése előtt is számos módon, gyermekek nyaraltatásával, ivóvízhez szükséges klór eljuttatásával és számos egyéb módon. Tehát mi abszolút ott álltunk Ukrajna mellett, ott állunk most is. A magyar nemzeti közösség vonatkozásában volt nézetkülönbségünk, de most nem annak van itt az ideje, hogy erről beszéljünk és ezzel foglalkozzunk, hanem annak van itt az ideje, hogy támogassuk a háború miatt bajban lévőket. Mondom még egyszer, a lényeg az, hogy mi mindig a jó magyar-ukrán viszonyban voltunk érdekeltek, és ez így is lesz, hiszen egy szomszédos országról van szó, ahol nagyszámú magyar közösség él. De nem lehet mindennapos eseménynek tekinteni, hogy Európa kellős közepén egy súlyos háborús konfliktus alakuljon ki, amelynek az egyik részese Oroszország, amelyik egy atomnagyhatalom, tehát ez úgy gondolom, hogy eddig elő nem fordult esemény. Súlyos véres harcok zajlanak, európai kormányok és a NATO-hoz tartozó országok is feszült figyelemmel kísérik a történéseket, és igyekeznek segítséget nyújtani Ukrajnának, hogy a területét és az állampolgárait megpróbálja megvédelmezni. Ennek során a harcok kezdete óta érkeznek menekültek az Ukrajnával szomszédos európai országokba, Moldovába, Romániába, legnagyobb számban Lengyelországba, Szlovákiába és Magyarországra is. Egy viszonylag hosszú időn keresztül a háború elől érkeztek a menekülők, akik hallották, látták, hogy kitört a háború és bombáznak, látták a tévébe, hallották az ott élő rokonoktól, elindultak.
most a napokban már nem a háború elől érkeznek, hanem a háborúból érkeznek, Kijevből is és más frontvárosokból, ahol hetek óta bombázások, lövések nehezítették az életüket, és végül mindenüket hátrahagyva elmenekültek az országból. Magyarország eddig 450 ezernél több meghaladta az hozzánk érkezettek száma. Minden segítséget megadunk az érkezőknek, és ami ebből kiemelkedő jelentőségű, hogy széles társadalmi összefogás alakult ki, a magyar emberek mindig is segíteni szerettek azoknak, akik bajban vannak, akik egy háborús fenyegetés elől menekülnek az első biztonságos országban. Ez most is így történt, de természetesen a magyar honvédség, a rendőrség és más állami szervek, a katasztrófavédelem és más szervezetek is mindent megtesznek, hogy szervezettség legyen és az ország erőforrásait mozgósítani lehessen. Nem csak az érkezőket kell elhelyezni és ellátni, hanem segítséget nyújtunk az ott tartózkodóknak, Kárpátalján, sőt a Kárpáton túlra is. Oda is több százezren menekültek Kelet-Ukrajnából, ezért aztán élelmiszert, egészségügyi felszereléseket és sok más anyagot szállítunk oda sok 100 millió forint értékbe. Úgy gondoljuk, hogy ez is egy olyan fontos európai államnak egy fontos kötelessége, amelynek hasonló példáit látjuk. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy az elkövetkező napokban, hetekben a menekült szám ez tovább fog növekedni. Prognózisok szerint akár a 900 ezer főt is elérheti. Csak azoknak a szám, akik Magyarországra érkeznek. Épp ezért tehát meg kell erősítenünk ezt a térséget, és további erőforrásokat kell mozgósítanunk. A magyar kormány ugyanakkor leszögezte, hogy fegyverek vagy katonák oda küldésével, sőt a Magyarországon keresztül az odatartó fegyverszállítmányokkal ezeket nem támogatja, nem engedélyezi, független attól, hogy a baloldali pártok közül többen is ezt szorgalmazták. Reméljük, hogy ezek az intézkedések, amit a határbiztosításra a Magyar Honvédség határon van megtettünk, és a fegyverek, lőszerek és katonák küldésének a tilalma azt fogja eredményezni, hogy Magyarország ki tud maradni ebből a háborúból, és reméljük, hogy a háború súlyos pénzügyi következményeit nem a magyar embereknek kell megfizetnie.